Na hát mindenkit szeretettel köszöntök, és ugye miután novemberben utoljára foglalkoztunk egyháztörténeti témával, lezártuk a középkort, és hát annak a egyik legfényesebb fejezetét vettük, a szerzetességet, illetve hát a középkori egyetemeket, tudományosságot, egyáltalán a tanulmányoknak a rendjét és módszerét. És elérkeztünk most az újkorig, ami hát pontosan 500 éve tart az egyházi számítás szerint, ugyanis az egyházi újkor a reformáció elindulásával kezdődik, 1517. október 31-ével, amikor hát a legenda szerint ugye Luther Márton kifüggeszti a 95 tételét a wittenbergi vártemplomnak a kapujára, majd látni fogjuk, hogy ez azért nem pontosan így történt, de hát nem függesztett ki semmit, valószínűleg, hogy rászóltak volna, hogy ugye rongálja az egyháznak a tulajdonát és vagyonát, hanem elküldte különböző teológusoknak ezeket a tételeket véleményezésre. Minden esetre 1517, hát tudjuk, hogy a polgári történetírás az ugye Amerika fölfedezésétől datálja az újkor. Minden esetre a ugye újkor kezdetének a jellemző ugye szellemi és művészeti áramlata ugye a reneszánsz, ami nagyon sok szempontból ugye meghatározta a reformációnak az elindulását, és nagyon sok szempontból megmagyarázza, hogy miért is alakultak így a dolgok. Hát mik voltak ennek a kornak az általános jellemzői? Ugye mondhatjuk, hogy a főpapok és az alsó papság egyáltalán nem voltak a helyzet magaslatán. Nagyon sokat beszélnek az úgynevezett reneszánsz pápákról, azoknak a bűneiről, sokszor ezt ilyen gunkónként használják, amivel fejbe vágják ugye a hithű katolikus, vagy lám a ti egyházatok is, miket engedélyezett és milyenek voltak a vezetőitek. Hát kitérünk azért arra, hogy ez a téma sem fekete-fehér, tehát itt is árnyalni kell egy kicsit a képet, de hát miért is került a papság meg a főpapság ilyen nyomorúságos helyzetbe? Hát nyilván ugye emlékszünk, hogy a középkorban, ugye középkor vége felé megtörtént ez a bizonyos avignoni fogság, amikor a pápaság 70 éven keresztül távol volt Rómától. És gyakorlatilag ugye hát a francia király bábjaként szerepeltek ezek az avignoni pápák. Rómában ez alatt teljes káosz uralkodott, különböző ilyen helyi kiskirályok, úgynevezett oligarchák vették át a hatalmat, és gyakorlatilag nem volt hatékony ugye felügyelet az egyházban. Tehát a kormányzás az nem volt hatékony. Azután pedig jött ugye a kettős, majd a hármas pápa választás, Európa ugye megoszlott a két, illetve a három pápa között, tehát gyakorlatilag azt se tudták, hogy ki az az legfőbb elöljáró, ki az a legfőbb tekintély, akinek rendet kellene csinálni. Tehát egy olyan általános szellemi zűrzavar volt, hogy nem csoda, hogy az alsóbb szinteken sem érvényesült az egyház fegyelem, annak és annak ellenére, hogy természetesen voltak ennek a kornak is szentjei. Aztán, mivel ugye a papság ugye nem volt a helyzet magaslatán, ebből kifolyólag hát a híveknek a hitélete is sok kívánivalót hagyott maga után. Nagyon jellemző, hogy a hitnek a központi tartalmai helyett, a központi üzenete helyett egyre inkább ilyen periférikus területekre összpontosul a híveknek a figyelme. Ugye mondhatjuk, hogy népi vallásosság, de nagyon sokszor ez a népi vallásosság már babonába csúszott. Például ugye nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kapnak az erekjék, sokan ebből versenyt csinálnak, ugye főleg a gazdagabbak, hogy ki mennyi erekét tud vásárolni. Hát ezek az erekék
nem minden esetben hitelesek, ugye, mert többen ebből virágzó üzletet csinálnak, hát a teológián azért ilyenekről is beszéltek, hogy például meg lehetett vásárolni az égő csipkebogor gajjait, meg lehetett vásárolni Szent Mihály arkangyal szájtollait, amit elhullajtott ugye valamelyik megjelenésekor, meg lehetett vásárolni például a betlehemi jászolnak a szalmaszálait, vagy például a szűzany a tejcseppjeit, Isten bocsánat, ez már a szentség töréssel szinte ugye határos dolog, és hát ugye volt olyan főpap, akinek több tízezer ilyen erekéje volt, és hát ebből virágzó üzletet csinált. Sajnos a mikorunk sem mentes ezektől, mert ugye rámegy az ember az internetre, az ebay-re, meg ilyenekre, ott ma is lehet erekéket vásárolni sajnos. Mennyire hiteles, nem tudom. Azt tudom, hogy szigorúan tilos, ugye, áruba bocsátani az erekéket. Aztán például ugye a különböző szent helyek, búcsúk, különböző ugye ilyen csodatételek, szarándoklatok, tehát nagyon-nagyon ebbe a fajta népies irányba megy át a vallásosság. A szentségek azok kevésbé jelentősek, ugye most már annyira lecsökkent a szentségek vétele, hogy gyakorlatilag ugye arról is beszéltünk, hogy a lateráni zsinatnak, negyedik lateráni zsinatnak ki kell mondani, hogy évente gyónnyál is legalább a húsvét időben áldoznál, mert nagyon sokan erre sem voltak hajlandók. Tehát ezt is szinte parancsal kellett kikényszeríteni. Aztán ugye megint csak a reformációhoz nagyon fontos megérteni a búcsúknak nem csak a fogalmát, hanem a középkorban a búcsú nyerésnek a menetét is. Ugye ezt mindnyájan tudjuk hittanból, hogy a búcsú az nem a bűnök megbocsátását jelenti. Ugye mindig ezt vágják a fejünkhöz, hogy ugye a reformáció azért indult el, mert a bűnbocsánatot pénzért árulták. Na, ilyen soha nem volt. Ugye a búcsú az nem a bűnök megbocsájtása, hanem tudjuk, hogy miután valaki már a bűneit meggyónta, megbánta, még mindig azért maradnak a bűnnek a sebei, a nyomai, a következményei, és még mindig megmarad az a kötelesség, hogy ezekért a megbocsájtott bűnökért vezekelni kell. Ez az úgynevezett ideig tartó büntetés. Hol lehet lerólni ezt az ideig tartó büntetést? Vagy itt a Földön, ugye úgy, hogy a szenvedéseket, megpróbáltatásokat türelemmel, hittel elviseljük, vagy pedig a tisztító tűzben lehet ezeket lerólni. És ugye a középkor embere az rettenetesen félt a tisztító tűztől. Talán jobban is, mint a pokoltól, mert azért akkoriban elég ritka volt, hogy valaki mondjuk szentségek nélkül távozott a földi életből, legalábbis a keresztény Európában. Tehát az természetes volt, hogy legalább súlyos betegen vagy haldokolva részesül a szentségekben, és így mondom, ugye megmenekül a pokoltól, viszont nagyon rettegtek a tisztító tűztől. Ugye Aquinói Szent Tamás kimondja azt, hogy milyen erősek a tisztító tűz szenvedései. Azt mondja, hogy a legenyhébb szenvedés a tisztító tűzben sokkal erősebb, mint a legerősebb szenvedés itt a Földön. Sőt, ugye, hát azt is mondják, hogy a tisztító tűznek a tüze, az valójában a pokol tüze, csak azzal a különbséggel, hogy a pokol tüze az végtelen, és soha nem ér véget, és nincs semmi remény, a tisztító tűz tüze viszont egyszer véget ér. És ez a remény élteti ugye az ott szenvedő lelkeket, hogy ennek egyszer vége lesz, és utána már csak a mennyország, az örök boldogság következik. Na most ezért volt olyan fontos, hogy a tisztító tűz szenvedéseitől valahogy megmenekülni, és melyik a legkedvesebb, legszebb, legegyszerűbb módja ennek? A búcsúnyerés. Ugye mit jelent a búcsú? Azt, hogy az egyháznak van egy közös kincstára, idézőjelben egy közös bankszámlája. Honnan származik a lelki tőke ezen a bankszámlán? Elsősorban ugye Krisztus Urunknak a végtelen érdemei, a szűzanya és a szentek érdemei, és minden hívőnek ugye a jó cselekedetei, az érdemei, azok
ide, ebbe a közös lelki kincstárba kerülnek, és ebből a kincstárból lehet adni azoknak, akik rászorulnak, akiknek hiányzik lelki érdemekből. Ugye ki a kincstárnak a kezelője? Az Anyaszentegyház, pontosan a pápa. Most milyen feltételek mellett engedi ez a pápa búcsút? Hát ugye először is a kegyelem állapotába kell lenni, tehát gyónni kell, hogyha súlyos bűne van valakinek. Aztán ugye vannak még különböző, a mi korunkban legtöbbször szentáldozás is, valamilyen ima vagy jó cselekedete, és ugye hát ezek a penitenciák, amelyek a búcsúval jártak, ezek az ókorban lehetek nagyon súlyosak, tehát hogy több évi vezetés, vagy nagyon hosszú gyalogos zarándoklatok például, és amikor azt látjuk a régi imakönyvekben, hogy 300 napi búcsú, vagy 5 évi búcsú, vagy ilyesmi, akkor ez nem azt jelenti, hogy 5 évet elengednek a tisztítótűzből, vagy 300 nappal kevesebbet kell lenni a tisztítótűzben, hanem azt jelenti, hogy annyi kegyelmet közvetít ez a búcsú, amennyit 300 napi vagy 5 évi vezetéssel valaki megszerezhetne itt a Földön. Szóval ez nagyon fontos, hogy ezeket világosan lássuk, és ugye amikor a pápa búcsút engedélyez, akkor ő valójában azt, ami hiányzik a szenvedő léleknek, vagy az itt a Földön levő ugye, léleknek, azt ugye pótolja az egyháznak a közös kincses tárából, a Thesaurus Ecclesiae, ugye az egyháznak ez a közös kincstára, ahol a Krisztus és a szentek érdemei vannak, és ilyen módon az ember mentesül az ideig tartó büntetéstől, és gyakorlatilag teljesen ugye a bűnöknek a nyomai és következménye is eltűnnek, és ilyen módon már is üdvözülhet. Most ugye hát a földi búcsú nyerésnek van azért még egy a legnehezebb eleme, az, hogy nem szabad még a legcsekélyebb bűnhöz sem ragaszkodni. Ugye, tehát lélekben nem szabad, hogy az ember a legcsekélyebb bűnhöz sem ragaszkodjon. És hát emiatt van az, hogy azt hiszem, hogy a Likuri Szent Alfonz mondta azt egyszer egy nagy búcsúban, hogy hát ebben a nagy tömegben mindössze ketten részesültünk teljes búcsúban, egy Jámbor, néni meg én. A többinek ugye csak részleges búcsút sikerült nyerni, mert hát ez a mentesség a bűnös szándéktól ez nem volt meg a többiekben. Ugye, tehát na, ezt a búcsút a középkorban viszont úgy is gyakorolták, hogy a jó cselekedet, ami kell a búcsú nyeréshez, az lehetett pénzbeli adomány is. Például valaki azt mondhatta, hogy én fölajánlom jó cselekedetként, hogy elmegyek, segítek én fölépíteni egy templomot. Beállok a munkások közé, és ott nem tudom hány napig vagy hétig ingyen dolgozok. De csinálhatták azt is, hogy valaki azt mondta, hogy nekem nincs időm ott dolgozni, hanem fizetek egy munkást, hogy annyi ideig dolgozzon az építkezésen. Tehát ilyen módon pénzzel kiváltom ezt a személyes jó cselekedetet. Na most hát ebből aztán természetesen nagyon komoly visszaélések is történtek, ahol már ugye pénzért lehet dolgokat intézni, ott nagyon az emberi gyarlóság, nagyon könnyen ugye félrecsúszik. Hát a legtöbb ilyen búcsú pénzt azt mire gyűjtötték? A Szent Péter bazilika építésére. Tudnélik, az avignoni fogság alatt, miközben ugye a pápák Franciaországban voltak, Rómában senki nem törődött a szent helyekkel. Azt mondják, hogy a Szent Péter bazilika udvarán tehenek legeltek. Tehát az egész Róma volt, és amikor visszatértek Rómába, ugye a pápák, akkor első volt az, hogy ezt a ugye, központi szent helyet fölépítsék, de hát ez rengeteg pénzbe került, és hát a pénz nem utolsó sorban ezekből a búcsú nyerésekből fedezték. Van egy kedves pap barátom, akivel együtt tanultunk Rómába, és ő nagyon nem szerette a Szent Péter bazilikát. Mindig azt mondta, hogy hát ez a sok arany, ez a sok márvány, ez a sok dísz, lehet, hogy ha ez nincs, akkor nem történik meg a reformáció, és sok lélek megmaradt katolikusnak. Hát így is lehet.
gondolkodni, ugye? Minden esetre azért nem csak a Szent Péter bazilikára költötték, hanem néha a búcsú adományok megakadtak alacsonyabb szinteken. Például Németországban, ugye tudjuk, hogy akkoriban Németország ilyen kisebb fejedelmekből állt, fejedelemségekből állt, és hát ezeknek a vezetői nem egyszer püspökök, érsekek voltak. Ugye tehát egyházi vezetésű ilyen kis birodalmak voltak, és hát nem egyszer ezek a püspökök, ha egyáltalán föl voltak szentelve, nem biztos, hogy gyakorolták a püspöki vagy a papi hivatalt, hanem ilyen tipikus, fényűző fejedelmi udvarokat tartottak fel, intézték a politikai ügyeket, és hát a segédpüspökök voltak azok, akik a tényleges lelkipásztori feladatot ellátták. Ugye német nyelven a segédpüspököt úgy nevezik, hogy Weihbischof, ami annyit jelent, hogy szentelő püspök. Tehát, hogyha papot kellett szentelni, vagy bérmálni, vagy ugye valami liturgikus funkciót végezni, akkor nem a tényleges érsek vagy püspök végezte, aki egy fejedelem, ugye püspök fejedelem volt, hanem a segédpüspököt, a Weihbischofot, a szentelő püspököt küldte ezekre a feladatokra. Na most hát, ahol fényűző udvar van, és ilyen nagyvilági élet, ott nagyon könnyen kifogy a pénz, és ugye eladósodik az illető fejedelem. Kitől lehet kölcsönt kérni? Hát a bankároktól. És abban a korban kezd ugye elindulni a bankár, ugye a bankoknak a rendszere, és a egyik leghíresebb bankcsalád az a Fuggerék családja volt, akik ugye hát fedezték például a mainzi herceg érseknek a adósságait, de aztán egyszer csak elkezdték követelni az adósságot, és ezekből a búcsú pénzekből fedezték, sajnos. Ugye itt van egy ilyen kép a Fugger családról, azt mondja, föl is van írva, hogy Herr Jakob Fugger, és akkor van egy ilyen, majd ezt fölveszem én, mert a különböző ilyen fiókok vannak, városnevekkel, hogy gondolom az abban a városban levő adósokat, meg ahhoz a városhoz kötődő, nagyon szépen köszönöm, aktákat itt őrzik, és akkor vannak ilyen városok, hogy Mailand, ugye Milánó, aztán Nürnberg, Lisszabon, Krakó, Ofen, ugye ami a Budának a német neve, Venedig, Velence, Róma, stb. Úgyhogy hát a Fuggerék mindent intéztek. Egyébként azt is olvastam, köszönöm szépen, nem biztos, tehát erre nincs valamiféle kézzelfogható bizonyítékom, de több tanulmányban olvastam, hogy később ez a Fugger család összeolvadt a Rothschild családdal, ami ugye ma is ismerős, tehát ez már akkoriban működött ez a nagy ugye pénzszerzés. No, szóval ugye egy ilyen pénzügyi háttere is volt ezeknek a búcsúknak, és szóval a visszaélések azok nem csak Luther Márton, hanem sok más ugye korabeli egyházi személynek a tiltakozását is kiváltották. Aztán még egy dolog, ami jellemző volt az újkor kezdetére, és hát lehetett a reformáció kiváltója, az, hogyha már a németeknél tartunk, akkor a németek egyre növekvő ellenszembe Róma iránt. Különösen az avignoni fogság alatt, ugye, hát a pápa, általában minden pápa 70 év alatt francia volt. Francia királynak a bábja volt gyakorlatilag, és hát tudjuk, hogy azért történelmileg a németek és a franciák azok nem állnak annyira közel egymáshoz, tehát van egyfajta történelmi ellentét, versengés, és hát akkor miközben folyamatosan kellett fizetni az egyházi adót, ugye a pápának járó tizedet, hát úgy vették, hogy ezt a franciáknak kell fizetni, nekünk büszke németeknek is. Hát ugye hogyan jutnak ők ahhoz, hogy minket itt kifosszanak és kizsákmányoljanak. És még egy különös dolog, hogy a középkorban a lakosságnak 10%-a pap volt vagy szerzetes. Tehát
sokkal, sokkal több, mint manapság. És sajnos ez nem mind úgy lett papmegy szerzetes, hogy hivatást érzett, és hogy komolyan meg is akarta élni ezt a hivatását, hanem nagyon sokszor például volt egy ilyen automatizmus, hogy a családban a második fiú az automatikusan pap lesz. Az első ugye az örökli a vagyont, a nevet, a hatalmat, tehát tovább viszi a családot, a második fiú az az egyházon belül, ugye szerez pozíciókat, és öregvíti a családnak a hírnevét és a befolyását, és hát a lányokkal pedig végképp, ugye, akinek sok lánya volt, az nem volt könnyű azt mind férhez adni, és valahogy biztosítani a jövőket, hát betették a kolostorba már kislányként, és ilyen módon nagyon sokan hivatás nélkül, kényszerből, mint egy ilyen egzisztenciális szükség megoldásként hát kerültek a papi vagy a lelki, vagy a szerzetesi ugye, állapotba, és nyilván, hogy ezek sem éltek a hivatásuk magaslatán. Na most nézzük meg közelebbről ezt a reneszánsz nevezetű ugye, mozgalmat, ami ugye kiterjedt az egész életmódra, gondolkodásra, filozófiára is. Annyit jelent ez a szó, magyarul tudjuk, hogy újjászületés. Mi az, ami újjászületik a reneszánszban? Mire törekszenek? Mit akarnak feltámasztani? A klasszikus görög-római ókornak a stílusát, kultúráját, művészetét, életvezetését, tehát a ókori pogányságnak valójában a szellemiségét. Most azt nem lehet, már sokszor ugye ez a vád is elhangzik, hogy a kereszténység, ugye amikor Európában elterjedt és eluralkodott, akkor lerombolta, megsemmisítette a római birodalomnak a kultúráját, ugye az örökségét. Ez egyáltalán nem igaz, mert tudjuk, hogy például az ókori egyházatyáknak egy része, az maga is nagyon erősen része volt az ókori római társadalmi elitnek. Például ugye Szent Ambrus Milánó püspöke, egy patricius, tehát egy nemesi családból származott, és hát prefektus volt több helyen is, többek között Milánóban is, ő ugye a római hatóságot képviselte, amikor egy püspökválasztás kapcsán kialakult vita alatt, meg kellett alakoznia, és akkor spontán ugye közfelkiáltással választották őt püspökké. Ugyanilyen ugye római patricius család sarja volt Nagy Szent Gergely pápa, illetve Szent Jeromos is egy ilyenfajta patinás családból származott. Tehát ezek mind olyan emberek voltak, akik magukba szívták a neveltetésükkel az ókori római kultúrát, tudományt, művészetet, és ezt ugye keresztényé tették, és ilyen módon a mindazt, ami szép és értékes, azt átmentették a középkor számára. Nem utolsó sorban ugye, hát a bencés kolostorok is, amikor másolták a kódexeket, amikor ugye ezeket a barbár népeket megtanították földet művelni, írni, olvasni, civilizáltan élni, akkor valójában az ókori Rómának a civilizáltságát és kultúráját adták tovább az újonnan beáramló népeknek. Tehát az egyház semmiképpen nem volt ellensége az ókori római pozitívumoknak, csak ugye hát azt a pogány életvezetést, életérzést, a pogány bálványimádást, azt szorított a háttérbe. Na most ugye a reneszánszban különösen ami tetszett nekik az ókorban, az az ókornak ez a fajta emberközpontúsága. Ugye az ókori római ember az tudott élni az élvezeteknek, tudott maga körül kényelmet teremteni, ugye tudod gyönyörködni a földi élet szépségeiben, és hát ezt akarták újra átélni. Miközben a középkor az ugye mindig az ég felé tekintett, Isten központú volt, hát gondoljuk a gótikus épületekre, hogy a gótika, mint stílus az, folyamatosan ugye azt mondja, hogy surszum corda, emeljük föl szívünket, tehát minden fölfelé mutat az Isten felé. A reneszánsz az pedig nem az Istenre akar figyelni, hanem az emberre. És itt a Földön akar otthon lenni és jól érezni magát,
ezért is csatlakoztatjuk a reneszánszhoz ugye a humanizmust, ami megint csak hát az ember központúságot jelenti. Vagy például, hogyha megnézzük a reneszánsz festészetet, hát nagyon sokszor megjelennek ugye a különböző pogány mitológiai motivumok, megjelenik az ábrázolásmód, ugye például az emberi testnek, akár a mesztelen testnek is a sokkal ugye szabadabb ábrázolása. Szóval nagyon sokszor még az egyházi életben, még a liturgiában is bekerülnek ezek a pogány elemek. Például volt egy pápa, 8. Orbán pápa, aki átfogalmazta az egyház ősi himnuszait, és általában nagyon nem tetszett neki az a középkori latinság, hogy ez rettenetesen barbár, és nagyon kevésbé hasonlít Cicerónak, meg Horáciusnak, meg az ókori nagy ugye, szónokoknak, költőknek, íróknak a nyelvezetére, és ő azt mondta, hogy hát a cicerói nyelvet kell bevezetni a liturgiába, és akkor megmaradtak ilyen himnuszok, hogy ugye a nagybőjben azt kérjük, hogy hát Vénusz hagyjon békén minket, és mit tudom én, Bacchus is távozzon, mert mi most böjtölni akarunk, és ugye hát az Isten az angyalokkal együtt az Olimposzon örvendnek, tehát egy csomó ilyen ellen bekerült a zsolozsma himnuszaiba, és hát maga a liturgikus szövegek fordítása is, hát ezeket a szigorú, ókori ugye retorikai szabályokat követi. Erre mondták később, hogy accessit latinitas, recessit pietas, hogy előrelépett, vagyis fejlődött a latinitás, de csökkent a jámborság, mert ugye a középkori szövegek azok sokkal inkább a jámborságot szolgálták, és nem a formai tökéletességet. Egyébként egy ilyen latin nyelvi forradalom történt a mikorunkhoz közelebb is, 12. Pius pápa egy teljesen új zsoltár fordítást készített, és ki is adta az új zsolozsmás könyveket ezzel az új fordítással, és hogyha az antikvárban látunk ilyen érintetlen, gyönyörű, szép, régi zsolozsmás könyvetek, akkor ez az úgynevezett Beaféle zsoltár fordítás, amit a papok nem használtak, nem vettek meg, nem ment át a gyakorlatba, mert nagyon szokatlan volt, és nagyon nem felelt meg annak, amit ők, ugye, ami az ő jámborságokat táplálta, hogy a következő pápa, 23. János az egészet ad acta helyezte, és visszatért a régi Vulgáta fordításhoz. No, és hát ugye, szóval ez az ókornak a bálványozása nagyon jellemző volt. Nem egyszer az egy rombolással is jár, például ugye, amikor a Szent Péter bazilikát építik, hát ma is megcsodáljuk azokat a csodálatos tekerdő oszlopokat, ugye a pápai oltár felett, amelyek a baldahin tartják, hát ezek eredetileg ugye a Pantheonból származnak, tehát onnan vették ki őket, tehát egy ókori építményt megrongáltak azért, hogy oda kerüljenek, és megint ugye a rómaiak akkor még a pápát kritizáló ilyen versecskéiket, szólamaikat is latinul fogalmazták meg, és azt mondták, hogy quod non fecerunt barbari, fecit barberini. Amit a barbárok nem tettek meg, az barberini pápa megcsinálta, ugye befejezte a barbároknak a rombolását. No, szóval azért egy kicsit ilyen adalék. Na most ugye a reneszánsz kultúrának és gondolkodásnak a hordozója a polgári és az értelmiségi réteg, nem utolsó sorban, hát a pápák is lelkes támogatói, mecénásai lesznek a reneszánsznak. Ugye hát mondjuk néhány nevet, ugye Itáliában híres ugye a Dante Alighieri, az isteni színjáték szerzője, Petrarca, mint költő, ugye Firenze az egyik külön kiemelt, ugye központja ennek a kultúrának a Medici családdal, a pápai udvar, ugye, és hát akkor nézzük meg ezeket a reneszánsz pápákat. Hát rettenetesen leszokták őket húzni, és beszokták őket feketíteni a világias életük miatt, a lelkipásztori és papi feladatok elhanyagolása miatt, az erkölcstelen életük miatt, a világias politikai módszereik és céljaik miatt,
és az egyik legsúlyosabb vád az a nepotizmus, a rokonpártolás. Tehát ugye ez még a avignoni fogság alatt alakult ki, hogy a pápa ugye távollétében Rómában ezek a különböző nemesi családok, kiskirályok versengtek egymással a hatalomért, és hát ez folytatódott a reneszánszban is, hogy ugye minden nemesi család próbálta megkaparintani a pápai trónus, és a saját ugye képviselőjét oda ültetni. Úgyhogy hát ismétlődnek majd a különböző nevek, például a Colonna, a Medici, a Della Rovere, a Piccolomini, család, a Farnese család, és hát ami külön ugye figyelmet érdemel, a Borgia család, amely ugye nem római volt, és nem is itáliai, hanem spanyol család volt, spanyol Valenciából származott, és hát az egyik oka annak, hogy a Borgia család hát ennyire ugye rokonpártoló volt, és minden bosszra a saját sarjait akarta el ugye hinteni, ez azért volt, mert ő idegenek voltak Rómában, és féltették a befolyásukat és a pozíciókat, tehát mindenhova a saját unokaöcseiket akarták betenni a Borgia pápák. De majd mindjárt ezt is látjuk részletesen. Viszont hát a tény is való, hogy a reneszánsz pápa, például mondjuk a Michelangelo-nak a híres pápája, a második Gyula pápa, ugye őról a följegyezték, hogy sokkal sűrűbben lehetett őt látni páncélban és lóháton, mint mondjuk miseruhában vagy reverendában, mert ő egy hadvezér volt, és a célja az volt ugye a pápai államot megerősíteni, minél inkább a határait kiterjeszteni, és a világi befolyását erősíteni. Ha másképp nem, akkor fegyverrel is harccal. Ugye tehát egy ilyen hadvezér, politikus, sokszor intrikus pápa, a reneszánsz, tipikus reneszánsz pápa, aki nagyon szereti a művészeteket, két kézzel szórja a pénzt, hogy minél gazdagabb ugye legyen a lakosztálya, a környezete, a temploma is, ugye nap mint nap mennek a különböző ugye mulatozások, bálok, lakomák a pápai udvarban, rengeteg ugye színész, zenész, udvari bolond, stb. Tehát egy teljesen egy fejedelmi udvarra hasonlít a pápai udvar és a reneszánsz pápa életmódja. De voltak azért a reneszánsz pápáknak érdemeik is. Hát például olyan, erről nem beszélnek általában, például az, hogy amikor ugye visszatérte a pápa Rómában, akkor hát gyakorlatilag egy romhalmazzal állt, amit a semmiből föl kellett építeni, tehát magát Rómát is újjá kellett építeni, világértelemben is biztosítani kellett a római lakosok számára az élet feltételeit, az élelmezést, az alapvető ugye betegellátás, szegényellátás, stb. Minden, tehát az összes közügynek az intézése az rájuk hárul. Ugyanakkor a pápai állam függetlenségét is megerősítették. Ez azért, hogy pártolták a művészeteket, de a tudományokat is, hát ez nem csak negatív volt, hanem mindaz a szépség, amit ma látunk a Vatikánban és Rómában, az nem lett volna, a reneszánsz pápák ezt ugye nem támogatják. De hát majd kitérünk például ilyen dolgokra is, mint a galilei eset, például a egyház és a tudomány viszonya kapcsán, majd az egy kicsit később lesz, hogy tulajdonképpen az egyáltalán nem igaz, hogy az egyház állandóan gáncsolta volna és ellenezte volna a tudományos fejlődést, mert ugye azokat a tudósokat, akik először kezdték el ugye kutatni a mai értelemben vett természettudományokat, a csillagászoktól elkezdve ugye, azokat mind, vagy maguk is papok voltak, vagy az egyház vagyonából kutattak, ugye. Kopernikusz például egy kanonok volt, egy magasrangú pap volt, meg számos más ilyen személyt is föltudott. Maga Galilei is tulajdonképpen egyházi pénzből végezte a kutatásait, és az eltartását is az egyház biztosította. Tehát ugye mindenképpen jó része, jó dolog is volt ebben, hogy ezeket támogatták a pápák. Aztán mi magyarok különösen is el kell, hogy ismerjük a reneszánsz pápáknak, hogy önzetlenül
támogatták a magyarok-török elleni harcát. Tehát az, hogy folyamatosan pénzelték a harcainkat, és próbálták toborozni a katonákat, és próbálták az egymás ellen marakodó, egymással szemben álló európai fejedelmeket ráébreszteni arra, hogy nem egymással kell ugye hadakozni, hanem a közös veszély ellen, amely mindnyájunkat elsöpör, és először azokat, akik Európa keleti peremén vannak, és ide tartoztunk ugye mi magyarok is. Tehát mindenképpen a reneszánsz pápák közül több olyan is van, aki kiérdemelte azt a címet is, hogy Magyarország megmentője ugye a török vészsel szemben. Hát nézzünk néhány nevet, és kik is voltak ezek. Például kezdjük el 5. Miklóssal. Aki megalapozta a vatikáni könyvtárat. Ugye hát a mai napig a kutatók számára a vatikáni könyvtár az az ígéret földje. Tehát aki oda bekerül, az nagyon sok adat, egyedülálló adathoz hozzáférhet, és hát kutathat kedvére, hogyha ugye persze beengedik megfelelő ajánlások és garanciák után. Tehát ő azzal kezdte, hogy körülbelül 9000 hát gyakorlatilag ugye felülmúlhatatlan értékű kéziratot összegyűjtött, és ilyen módon megalapozta a vatikáni könyvtárat. Ez az 1447-től 1455-ig volt ő. Aztán következő, az első Borgia pápa, az harmadik Kallixtus volt. Ugye, harmadik Kallixtus, aki úgy hívtak, hogy Alfonso Borgia, 77 évesen lett pápa, tehát már ebből az okból kifolyólag is nem jegyeztek föl róla különösebb erkölcstelenségeket, tehát már nem futotta erre. Sőt, bizonyos módon jámbor is volt. Az egyetlen probléma, ugye, hogy ebből a spanyol idegenszerűség miatt, mert ugye hát izolálva, védtelenül találta magát Rómába, ezért ugye rettenetesen támogatta a rokonai, és így például ugye egyik unoka öcsét is, a Rodrigo Borgiát, aki később 6. Sándor néven pápa lesz, és hát úgy jegyezték föl, mint a egyház történelem legbotrányosabb, legerkölcstelenebb pápáját. Hát ugye Rodrigo Borgia már 15 évesen érsek, 18 évesen bíboros, és hát ezt mind a nagybácsi, ugye, Alfonso Borgia, harmadik Kallixtus egyengeti ezt az utat. Viszont mi magyarok harmadik Kallixtus nevét inkább a nándorfehérvári győzelemhez kötjük, mert ő az, aki például ide küldte nekünk Kapisztrán Szent Jánost, aki ugye ott áll ugyan János mellé, ő az, aki toborozza a hadakat, és ő az, aki imahadjáratot is hirdet, meg előtte még ugye pénzügyileg is nagyon megtámogatja ezt a hadjáratot, és hát ugye amikor értesül a győzelemről, akkor elrendeli a déli harangszót, és elrendeli augusztus 6-án urunk színeváltozásának az ünnepét, hogy azt egész, ugye az egész világon megünnepeljék. Ugye a csata az július végén volt, de mire eljutott a hír Rómába, addigra augusztus 6-a volt, úgyhogy ezért augusztus 6-a lett ugye ennek a diadalnak az emlékünnepe. Aztán nagyon érdekes például második Pius pápának az esete. Őt úgy hívták civil néven, hogy Enea Silvio Piccolomini. És hát fiatal korában egy nagy humanista volt, tehát iszonyatosan ilyen pogány módon gondolkodott és írt. Néhány olyan műve is felmaradt, ahol hát mondjuk úgy, hogy pikáns részletekkel bővelkedik. Tehát nem éppen a jámborfüleknek való művek ezek. És amikor pápa lett második Pius néven, akkor annyit mondott, hogy Éneám,
reicite, piu maxipite, éneast, tegyétek félre, és pius pedig fogadjátok el. De nem csak, hogy ezt kérte, hanem tényleg megváltozott az ő gondolkodása, az ő életmódja, és hát ő is a török ellenes háború szempontjából nagyon-nagyon segítette Magyarországot, valamint az albán Skanderbeget is. Aztán ugye ugyanígy török ellenes ugye, erőfeszítéseiről híres második Pál is, aki utána következett. Aztán ugye például itt van a nyolcadik Ince, akinek az idejében elkezdődnek a nagy földrajzi fölfedezések, ugye Amerikának a fölfedezése, és a nyolcadik Incéhez kötődik egy bulla, a Sumis Desiderata Ramptes bulla, ami valójában meg akarta fékezni az Európában elharapódzó boszorkány őrületet. Tehát ugye ez a boszorkány üldözés, ez leginkább ilyen közép, vagyis ilyen még ókori bogány babonák tovább éléséből él, és ugye nagyon sokszor ilyen népi hisztéria, ilyen tömeg lincselő mozgalom ugye jelleget öltötte magára, és hát ő próbálta 8. Ince ezt megfékezni valamiképpen azért, legalább azt megakadályozni, hogy az ártatlan nőket is általában ugye vádlottakat megkímélje a megtorlástól. Azonban hát a gyakorlatban nagyon sokszor ez még inkább lendületet adott, hogyha már a pápa is beszél a boszorkányokról, és már ugye valamiféle irányelveket is ad, akkor nyilván, hogy ez egy valós ugye, veszély, és akkor még inkább megide. Hát azt tudjuk, hogy ebben a korban hát ez a boszorkány itt annyira általános volt, hogy mondjuk a reformátorok nem csak, hogy nem tettek ellene, hanem a reformált részeken ott még nagyobb évvel dühöngött ugye a boszorkány őrület. És hát végül térjünk ki erre a hírhet 6. Sándorra, ugye Rodrigo Borgiára, aki 1492 és 1503 között volt pápa, és hát természetesen ő sem a bíborosok, hogy mondjam, önkéntes többségi szavazata alapján, hanem megvesztegetés árán lett pápa, ami akkoriban eléggé gyakori volt. És hát azt is tudjuk, hogy már bíboros korából volt neki néhány törvénytelen gyermeke. A hölgyet, akivel együtt élt, azt úgy hívták, hogy Vanozzene Cataneis, de más egyéb hölgyekkel is volt neki kapcsolata. Nem egy nemesi származású is volt, és hát számos gyermeke született ezekből a kapcsolatokból, még pápaként is egyébként. A két leghíresebb gyermeke Cesare Borgia, a fia, és a lánya Lucrezia Borgia. Na most hát ezt a Cesare-t is már gyermekként ugye elhalmozta mindenféle egyházi ugye, címekkel és javadalmakkal, és hát pápai dekrétummal persze törvényesítette őt, hogy ugye mert törvénytelen származású gyermek akkoriban egyáltalán ugye még pap se lehetett, nem csak olyan volt püspök vagy bíboros. És hát ez a Cesare, miután már beleült a bíborosságba, akkor végül is megnősült, hát persze az apja minden alól fölmentette, és hát ilyen vad reneszánsz fejedelemként ugye vezette az apjának a seregeit, és a pápai állam, és különösen a Borgia család hatalmának a megszilárdításán munkálkodott. Egyébként Cesare udvarában volt egy író, Niccolò Machiavelli, aki megírta a híres Fejedelem című művet, Il Principe, a Fejedelem című mű, ahol leírja ezt a gátlástalan, mindenkin átgázoló, minden ugye eszközt bevető fejedelemnek a típusát, és hát ennek a mintája ugye maga Cesare Borgia. A Lucrezia az érdekes, hogy ugye tulajdonképpen több ilyen tanulmányt is olvastam róla magyar történészektől is, ahol
kicsit árnyalják ezt a képet, hogy ugye őt egy ilyen méregkeverő, a férje egy sorra megmérgező szörnyetekként ábrázolják. Na most azért nem utolsó sorban ő azért apjának az áldozata volt, mert ugye az apja úgy gondolta, hogy rajta keresztül házasságok által meg tudja szilárdítani a maga politikai hatalmát. Például először 13 évesen adta őt férjhez, egy Sforza nevű herceghez, akit hát ő nem is ismert, nem is szeretett. Aztán, amikor ez a Sforza család kezdett ugye gyöngülni, a hatalma kicsit lecsökkent, akkor végül is hát érvénytelenítette az apa ezt a házasságot. Közben Lukréciának egy szeretőjétől született egy gyermeke, azt a Cezáre tette el lábalól. Utána Lukrécia még kétszer ment férhez, más ilyen fejedelmi úri emberekhez. Persze az apja a egyházjogi ugye hátteret biztosította, hogy amit kellett érvénytelenített, ami engedély kellett, azt megadta. És hát azt mondják, hogy hát szegény 38-39 évig élt mindössze Lukrécia, azt mondják, hogy már az élete utolsó 10 évében, tehát nagyon-nagyon elege lett ebből az egész herce utcából is, ebből a manipulációból is, hogy tulajdonképpen nagyon bűnbánó és nagyon visszafogott életet élt ebben az utolsó 10 évben. Érdekes, ezt egy magyar tanulmányból olvastam, hogy nagyon jó kapitalista volt a Lukrécia, rettentő jó üzleti érzéke volt, hogy például megvásárolt mindenféle ilyen mocsaras területet, ami senkinek nem kellett, ott potom pénzért, és utána kiválóan értett ahhoz, hogy ezeket a mocsarakat kiszállítsa, és ugye hát termőföldet csináljon belőle, és utána ebből profitált. És persze ezt nem adta oda a férjeinek, hanem szépen gyűjtötte a pénzt, úgyhogy hát egy talpra esett üzletasszony volt tulajdonképpen. De ugye, na most az, hogy méregkeverő lett volna, és pláne azt a legszörnyűbb vádat, hogy vérfertőző viszonya lett volna apjával és testvéreivel, azt nem tudták bizonyítani. Ugye, sőt, ilyennel is vádolják, hogy a Cezáre meggyilkolta az egyik öcsét, mert ugye összeveztek Lukrécia körül, hogy melyik legyen vele ugye viszonyban. Hát erre történelmi bizonyítékok nincsenek, és ugye hát nagyon-nagyon sokan, főleg aztán a reformáció idejében szerették ezeket a pikáns történeteket ugye fölhozni, és kiszínezni, és eltúlozni, úgyhogy azért ezekből mindig ki kell vonni a gyököt. Egyébként van egy kiváló könyv, amit a két világháború között adtak ki nálunk Magyarországon, 6. Sándor és Luther, és ugye összehasonlítja őket, és hát mondanom sem kell, hogy a mérleg nyelve pozitív értelemben 6. Sándor felé billen, mégiscsak, mert Lutherről majd látni fogjuk, hogy az ő erkölcs élete milyen volt mondjuk ehhez képest, amit 6. Sándorról tudunk. Minden esetre 6. Sándor ugye azért nagyon szélsőséges ember volt, tehát persze gátlástalan és az eszközök között nem válogató, elsősorban ilyen világi fejedelem, nagyon érzéki ember volt, de ahogyan tudott ilyen értelemben ugye kilengeni, ugyanúgy például nagyon tudott hát magába szállni, bűnbánatot tartani. És ugye hát meglepő, de az Üdvözlégy Máriának a második része, asszonyok Szűz Mária, ezt tőle származik, ezt ő fogalmazta meg. És hát szóval minden esetre nem válik az egyház dicsőségére az ő uralma és az ő ugye jellemesen, de azért meg kell hagyni, hogy valószínűleg, hogy a valósága sokkal árnyaltabb volt, mint amit róla mondani szokás. Egyébként ugye hát ő maga is mérgezés áldozata lett, ugye az lett az élete vége, és hát utána ugye nem sokkal Cezáre fiának is leáldozott, Lukrécia pedig már korábban meghalt. No, aztán még a reneszánsz pápák közül nagyon-nagyon
ismert, közismert, a második Gyula pápa, ez a bizonyos katona pápa, aki a Della Rovere családnak a sarja volt, Giuliano Della Rovere, és akinek a fő célja az volt, hogy nagy politikai ügyességgel megerősítse a katonai államot. Ugye katonaember, a háború az ő igazi, ugye, otthona, de ugyanakkor nagy pártolja a művészeteknek, az ő idejében elkezdik építeni a Szent Péter bazilikát, a mai bazilikát, ugye Bramante tervei alapján, és hát nem egészen úgy tervezték, mint ahogy lett végül is, mert ugye először görög keresztet, egyenlő szárú keresztet volna, tehát kisebb lett volna, mint ma. De hát ugye, hát az egyik legimpozánsabb dolog az a kupola, hogy addig még soha nem építettek ilyen nagy kupolát, és ezt külön akkoriban ugye technikailag meg kellett oldani, és hát ő az, aki Michelangelónak is a mecénása volt. Én valamikor néztem egy filmet is, hogy szegény Michelangelo ugye éjszakában nyúlóan ott fekszik ugye az állványzaton, és festi a Sixtusi kápolnát, és már szinte kiesik a szeme már a fáradtságtól, és jön a második Gyula, és rá rival, hogy mikor lesz már kész, hát kifizettem mindent, és hát miért nem dolgozol gyorsabban. Szóval ő is egy ilyen hajcsár volt, és hát mondjuk nem volt az erőssége a lelki életnek az erőmozdítása. És végül eljutunk 1513-ban 10. Leóhoz, Giovanni de Medici, ugye megint egy nemesi előkelő család, aki szintén egy nagy művészetpártoló volt, és hát például ő is egy kicsit a franciáknak a hatása alá esik, amikor átengedi a francia királynak a püspökök kinevezésének a jogát, és hát ő arról híres, hogy az ő uralma alatt lép színre Luther Márton Németországban, és ő az, aki eleinte ezt az egészet úgy véli, hogy ugyan már a részeg németes barát, a részeges német barátoknak a ugye perpatvara, ezt az egészet gyorsan elintézzük, de aztán kénytelen rájönni, hogy ez annál sokkal súlyosabb, és ő lesz az, aki majd Luther Mártont kiközösíti. Egyébként Lutherről egy kicsit bele kóstolunk Luther Mártonba is. Ugye, habár az elmúlt évben elég sokat beszéltem én róla egy prédikációban is, meg más fórumokon is, a tanításáról főleg, na de az élete. Az 1483-ban született Eisleben-ben, most amikor tavaly előtt Magdeburgba jártunk, mert ugye a mi alapítónk Szent Norbert magdeburgi érsek volt, és ott a helyszínen született a mi rendünk, és ott vannak a legősi kolostoraink. Hát meglepődve tapasztaltam, hogy ugye ez az a vidék, ahol a reformáció is megszületett. Tehát Eisleben is ott van a közvetlen közelben. És hát Ágoston rendi szerzetes pap. Na most ez, hogy ő hogyan lett szerzetes pap, ugye erre van az a híres legenda, hogy hát egyszer ugye valamilyen viharba keveredik, és a villám odacsap a lova mellé, és halálra rémül Luther, leesik a róról persze, és akkor rémületében azt mondja, hogy Szent Anna segíts, szerzetes akarok lenni. Hogy őt ez az ijedelem arra indította, hogy akkor szerzetes legyen. Ugye a Szent Anna egyébként azon a vidéken a bányászok védőszentjének számított, és az a családja is a bányászattal foglalkozott, tehát volt egy ilyen Szent Anna kultusz az ő családjukban. Na most újabb kutatások egy kicsit másként mutatják be ezt az egész dolgot. Azt tudjuk, hogy Luther Márton édesapja egy nagyon-nagyon kegyetlen, nagyon pszichotikus ember volt, aki nem egyszer a feleségét, a gyerekeit véresre verte, és hát tulajdonképpen Luthernek ez az Isten képe, hogy Isten egy olyan
félelmetes, kegyetlen ítélő bíró, aki előtt én soha nem lehetek jó, bármit csinálok, hogy ez tulajdonképpen az apja képének a kivetítése. Na most tehát ez az apa egyszer, hát nem egyszer, de az egyik alkalommal, amikor a szomszéddal hát összevesztek, akkor hát úgy megindult a keze, hogy hát ez a szomszéd ugye hát szörnyet haltott a helyszínen. És hát az apa bujdosni kényszerül, és a fia először jogásznak tanul abban a reményben, hogy ezt az apát valahogy meg tudja menteni ugye a börtöntől és a bíróságtól, és meg akarja védeni az apját. De mit áll Isten? Luther maga is, amikor ugye a jogászi tanulmányait folytatja, egy ilyen kocsmai mulatozás alatt, ő maga is ugye hát hirtelen felhevül a vitában, és úgy megüti az egyik társát, hogy az is a helyszínen szörnyet hal. Tehát maga Luther is ugyanabba a helyzetbe kerül, mint az apja, de ugye gondolkodik attól, hogy hogy tudja megúszni ennek a tettnek a következményeit, és hát akkoriban ugye a templomoknak is volt egy ilyen menedékjoguk, tehát hogy aki bemenekült egy templomba, az ugye nem adták ki a világi hatóságoknak, és Luther pedig ezért jelentkezik szerzetesnek, hogy ugye elkerülje a világi bíróság előtti pert. Tehát ezt mutatják az újabb kutatások, hogy sajnos ugye a kolostor, az ágostor rendi előjárók azok nem vizsgálták alaposabban az ő múltját, vagy az ő jellemét, egyszerűen beleegyeztek az ő földételébe, és tulajdonképpen ő tudta, hogyha ki is derül ez a kis baleset, hogy tulajdonképpen mint szerzetes felett nem a világi bíróság fog fölötte ítélkezni, hanem az egyházi bíróság, és ezt akarta elérni ezzel tulajdonképpen. Minden esetre apja rettenetesen ellenzi azt, hogy a fia pap legyen, meg szerzetes, el se jön a pap szentelése, meg az új misére sem, és hát mindvégig tulajdonképpen Lutherben ez egy tüske, hogy az apját ezáltal ugye teljesen ugye csalódást okozott neki, és majd csak amikor megnősül Luther, akkor fogja az apja mondani, hogy mégiscsak van eszed, és végre megjött a józan gondolkodásmódot. Na minden esetre Luthernek azért jó megy a karrierje, Wittenbergben ugye egyetemi tanár lesz, mégpedig biblikus professzor, tanulmányozza a Szentírást, és hát ennek a következménye lesz majd az a bizonyos toronyélmény, amikor a római levélnek egyik verse alapján hát átfogalmazza az egész hit tanítás. És még egy dolgot följegyeztek róla, hogy ugye volt neki egy lelki atya az ágostonosok között, aki följegyezte, hogy Luther naponta jár gyónni, és gyakorlatilag órákig gyónt. Hogy egyszerűen olyan nyugtalan volt a lelkiismerete, és annyira nem tudott szabadulni, tehát úgy érezte, hogy akármit is tesz, akármennyit is gyónik, bőjtől imádkozik, nem tud szabadulni a bűntől. Úgyhogy ez a fajta beteges aggályosság, ez is aztán nagyon sok módon megmagyarázza a későbbi tanítását is ugye hozzáállását. Na most még csak annyi, hogy hogyan is jutunk el eddig a 1517. október 31-éig, amikor is megfogalmazza és elküldi a 95 tételt a teológusoknak. Ugye hát az, hogy ő is találkozik a búcsú cédulák árulásával, hát ugye volt egy Johannes most egy másik eszembe megállt a Tetzel, aki hát ilyen nagyon egy domonkos szerzetes, aki vándor prédikátorként árulja ezeket a búcsúkat,
és ugye van egy ilyen kis versikéje is, hogy akinek a pénze megcsörren a persejemben, annak a lelke kiugrik a tisztító tűzből. Tehát egy kicsit így ugye marketing, és próbálja menedzselni ezt az egész üzletet, tehát ezzel Luther nagyon kiakad. A másik dolog, hogy elzarándokol Rómába, és ott látja azt, hogy hát bizony, én ezt egyébként olvastam Luther önéletrajzában, hogy például szeretett volna misézni Rómában a szent helyeken, olyan sok volt a miséző, egyrészt nagyon sokat kellett fizetni ahhoz, hogy hozzájusson egy oltárhoz. Másik dolog, hogy egy oltáron hárman mondtak három különböző misét, és 5 perc múlva elhajtották, hogy elég volt ebből, már jön már a másik, tehát fejezd be. Szóval, hogy nagyon csalódott ebben az egész Rómában, és mondjuk most, amikor zarándokoltam Rómában, akkor én is azért egy-két dolgot elmondtam, hogy 2 évig éltem ott Rómában, hogy Rómában az ember mindent lát, a legnagyobb életszentséget és a legsúlyosabb romlottságot is. Mindenki azt találja, amit keres tulajdonképpen, úgyhogy én is azért tapasztaltam ilyet és olyat is, nem csodálkozom, hogy Luthernek is voltak olyan élményei, amelyek nagyon megrendítették őt. Na most minden esetre az ő ugye érdeklődésének a központjába kerülnek ezek a búcsúk és a búcsúknak a tulajdonképpen pénzért való ugye engedélyezése. És a 95 tétel, amit ők a búcsú, amit ő megfogalmaz a búcsúkkal szemben, annak a jó része tulajdonképpen katolikus szempontból is vállalható. Az a baj, hogy később egyre több témában és egyre szélsőségesebben eltávolodik a katolikus tanítástól, és végül majd oda kerül, hogy mikor megkérdezik, hogy indokolja meg az álláspontját, akkor majd azt mondja, hogy így akarom, így parancsolom, az élet helyett álljon az akarat. Tehát ő egy ilyen személy volt, aki a saját, ugye, vagy például amikor ugye kézhez kapja a pápai kiközösítő bullát, akkor tűzbe dobja és azt mondja, hogy égél el a tűzben, mert Isten szentjét bántalmazni merészelte. Tehát egy nagyon-nagyon exaltált és túlzásba vitt ugye öntudat és magabiztosság. Na de ezek a 95 tétel között például milyenek vannak? Néhányat felolvasok. Azt mondja, mikor urunk is mesterünk azt mondta, térjetek meg, azt akarta, hogy a kívánt egész élete bűnbánatra térés legyen. Stimmel ezzel egyet lehet érteni. 2. Ezt az igét nem vonatkoztathatjuk a bűnbánat szentségi gyakorlására, azaz a bűnvallása és jóvátételre, ami a papok közreműködésével történik. Hát a bűnbánat szentségére is vonatkoztatjuk, nem kizárólag, de arra is. 5. tétel. A pápa nem akar senkit mentesíteni, és nem is mentesít a jövendő bűnhődéstől, hanem csak attól, amit saját illetékességében, vagy az egyházi jogszabályok szerint maga rót ki. Hát ugye ez már egy kicsit feszegeti a dolgokat, tehát azért a pápa ugye a búcsú által bizony hát a bűnnek a büntetésétől is mentesíthet, ugye nem a kározat bű, örök büntetésétől, hanem az ideig tartó büntetésétől. 27. tétel. Emberi hallgasságot hirdetnek, amikor azt mondják, hogy mihelyt a ládába dobott pénz megcsörrel, a lélek azonnal a mennybe száll. Hát ugye ez valóban egy balga és oktalan dolog. 36. Minden igazán szívén talál keresztény, részesül a bűnhődésnek és a vétkességnek teljes elengedésében búcsú cédula nélkül is. Hát ugye megint ilyen felemás, ugye lehet elnyerni a búcsút nyilván búcsú cédula nélkül is, sőt ugye úgy is, hogy az ember egyszerűen csak a életnek a szenvedése, egy próbatétele, egy türelemmel viseli, ezzel is lerója a ideigtartó büntetés, de hát ugye egy kicsit sarkosan szeret fogalmazni Luther. 82. Miért nem üríti ki a pápa a purgatóriumot szentséges szeretetből és a lelkek olynak szüksége miatt, ami minden indíték közt a legigazságosabb? Ha számtalan lelket kivált,
a Szent Péter bazilika építésére adott szennyes pénzért, ami igen jelentéktelen indíték erre. Tehát, hogy a pápa miért nem csinál azt, hogy akkor minden lelket visszavonít a purgatóriumból, ugye? Hát, ugye szóval eléggé polémikus és eléggé, hát, hogy mondjam, sarkosan szeret fogalmazni, még ha nagyon sok minden katolikus módon is értelmezhető ezekből a tételekből. És aztán ugye hát 1519-ben jön a Lipcsei vita, ugye Lipcsében, Leipzigban, Eck János teológus, hát a pápa által küldve vitatkozik Lutherrel, Luther ugye egyre inkább távolodik a katolikus tanítástól, most már ugye tagadja például a zsinatoknak a tekintélyt, nem csak a pápai dekrétumoknak, döntéseknek, hanem az egyetemes zsinatoknak is ugye tévedhetetlenségét. Aztán ugye a tizedik Leó pápa először, mondom, nem vette komolyan, azt mondta, hogy hát részeg német szerzetesek közötti cívódás, hagyni kell őket, hadd józanodjanak ki, és észhez térnek. Aztán utána már magát Luthert is figyelmezteti egy külön bullában, és végül miután Luther hát nem hajlik a szavára, kiközösíti őt 1521-ben az Exsurge Domine bullával. És hát itt történik az, hogy Luther ugye elégeti ezt a bullát azzal, hogy az Isten szentjét merte ugye sérteni a bulla, és hát itt is ezen a vitán is már kijelenti, hogy tulajdonképpen neki nem kell semmit indokolnia abból, amit állít, mert hogy ugye az Istennek a különleges választottja, akit a Szentlélek különlegesen megvilágosított, majd később olyat is mond, hogy Luther Márton nagyobb doktor az Rómában élő összes szamárnál és összes ugye, hát tudatlan főpapnál és teológusnál. Tehát, hogy ő például, amikor a német biblia fordításban megkérdezik, hogy mi alapján tette oda azt a szót, hogy csak hitből él az ember, mert néhány ilyen dolgot módosított, hogy miért tette ezt oda, mikor nincs benne a görög eredetiben, se más fordításban, és azt mondta, hogy azért, mert én így akarom, és Luther doktor nagyobb tudós, mint Róma összes szamara és összes ugye tudatlanja. Tehát ebből a kiindulásból aztán megértjük, hogy elmérgesedett a helyzet. Na de legközelebb majd, arról is majd rátérünk arra, hogy hogyan reagáltak erre a világi fejedelmek, a németek egyáltalán, a birodalom hogyan reagált erre, például a német-római császár, illetve hogy aztán hogyan lesz ebből a lutheri lázadásból egy népmozgalom Németországban. Aztán persze más országokban, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy köszönöm szépen a kedves figyelmüket!